Igen, nem akarok. Gondol. Igen, egy pillanat hallgassuk meg. A jogszabály elnézést úgy szólt, és javítson ki az ügyvédnő, ha nem így van, hogy az önkormányzatnak kötelessége átvenni a jogokkal és a kötelezettségekkel. Igen. Félké, úgy van a jogszabályban, akár félkész csatornát is át kell venni. Igen, folyamatban lévőt is. Csak ennyit akartam. 13 decemberről. Innen kezdve minden egyéb csak feltevés. És ez 110. Igen, jó. Tehát kell hozzá. Meg volt a határidő szabva. Most keresem, mert a kormányhivatal előre adott egy állásfoglalást. Bocsánat, vissza kell menni a 2004-es megállapodásra, hogy a tulajdonostársak és az önkormányzat, tehát tulajdonosok vállalták azt, hogy elkészítik, és az önkormányzat részére odaadják. Erről volt szó. Na most ez valamiért megfenek lett. De közben még azért, ami nagyon fontos, 2013. március 19-én sikerült egy 40-es per 2013-as KT határozatot hozni az akkori polgármesternek és a képviseletnek. Az a 2013-as. Hát ezt érdemes átolvasni, tehát itt le is írja, hogy nem, tehát, ha van két per, amíg nem, addig ők nem veszik át. Bocsánat, minden tulajdonossal ő meg akar állapodni, tehát a VKT nem adhatják neki a csatornát, hanem minden tulajdonossal meg kell állapodni. Ott is járt a kiemelt közműszolgáltatók közé, szerintem nincs olyan hatóság Magyarországon. Mind a mai napig él ez a KT határozat. Én ezt az állásfoglalást oda tudom önöknek adni, én a Danka úrtól kértem pontosan ezzel az anomáliával kapcsolatban egy személyes megbeszélés kapcsán, de írásból le is írta, mert jegyző azt, hogy nem akarta megérteni, mi az, hogy neki át kell venni. Azt mondta, hogy nem fogja, sőt a Paksi úrnak humorizált is, hogy ő esküvő előtt a mennyasszony szoknyája akar ránézni. Mondtam, akkor legyen kedves, írja le a törvényi rendelkezést azzal kapcsolatban, hogy itt az önkormányzatnak nincs játéktere. Tehát a törvény adta határidőn belül, tehát itt írja, és aláhúztam sárgával, a próbaüzem műszaki átadás átvétel befejezés, tehát legkésőbb 30 napon belül köteles tulajdonban. 2013. augusztus 1-én volt a műszaki átadás, próbaüzem, DMRV végezte, jegyzőkönyvek vannak róla, csak már most ne fárasztjuk már a tisztelt grémiumot azzal, hogy olvastatjuk. Tehát pillanatja, hogy itt áll a csatornán. Ezt megnézni, jó. Így lett ingyenből 110 millió. Tehát ez most miből lett a 110 millió? Annyi az értéke. Annyi az értéke a csatornának. Ami végigment a rekordtímes értékbecsülés. Ez csak a csatornának. Annyi az értékbecsülés a csatornának az értékbecsülés. Tehát azért gondoljon bele, magánszemélyek pénzéből több mint 400 milliós nagyságrendet finanszíroztunk fejlesztésre. Ebből a csatornából akadtunk fel a csatornával. De az önérdek, az egy félreértés, ne essék. Önérdek. Tehát nem az önkormányzatnak kell a csatorna, hanem a magánszemélynek, hogy használható legyen az az ingatlan. Bocsánat, jó, azért ezeket tegyük a helyére. Nem, a megállapodás szerint nem. Megállapodás szerint. És mi van a 400 milliós? Tehát mondjuk a józan parasztész alapján. Most én valaki jó, ilyen megállapodást, vagy olyan megállapodást kötött. Hát jó, van, én kitalálok valamit, s ányomom a szomszéd elkülése. Hadd vigye őt. Most nem. Most nem. Most a józan parasztész mondom, tehát próbálok egy kicsit. Kessék ide figyelni. Melyik jogászkodunk, ennek nem veszélyes. Nem. Öröknek lesz rossz. Hát valahogy az életszerű. Miért rossz, mikor mi betesszük a pénzünket? Miért rossz nekünk? Az, hogy az önkormányzatnak... A másik csapat nem fizet. Amíg nincs megegyezés. De azért jöttünk. Az őteküld Csaba, azért jöttünk. Én magánembert mondtam, vagy hogy mondjam. Nem, mert ugye... De most nem tudom, miért De most valamit hadd mondjak. A 2004-es megállapodás értelmében van egy olyan önkormányzati levél a birtokunkban, amelyben az önkormányzat azt válaszolja az egyik tulajdonosnak, hogy ettől a megállapodástól eltérni nem lehet, mert az önkormányzatnak jogában áll bírósági úton is létrehozatni ezt a fejlesztést, vagyis ha nem hozzák létre, akkor azt mondhatta volna az önkormányzat, kérek a tulajdonosoktól 1 milliárd forintot, mert ennyi az érték. Ezért kellett a tulajdonosoknak létrehozni ezt a teljesítési segédet, vagyis a VKT-t,
hogy nehogy az önkormányzat eltelik az 5 év, és azt mondja, kérem szépen, eltelt 5 év, tessék nekem az elmaradt részeket 1 milliárd forint értékben megfizetni. Hol van itt az önös érdek? Egyén érdek itt nincs. Itt közérdek. És hadd kérdezek valamit, igazából, hogy megalakult, és az a madaréti. Hogy történt ez, hogy ennyire ez a két csapat ennyire eltört, vagy nem tudtak egymással megegyezni, nem tudtak egymással leülni, vagy esetleg muszáj volt az a bíróság is, mert szerintem lehet évek elmehetnek, hogy ki ment a bíróság. Hogy történt ez a dolog igazából? Hogy történt ez a dolog igazából, hogy együtt kezdték, hogy ott vannak, mint hány tulajdonos. A kövizik levelekből kitűnik. Hát jó, csak azért mondom, hogy megkeresték egymást, mert most azt, hogy a bíróság, szerintem nem tudom, hogy mérdik vagy akár, meddig is elmehet a dolog. Nézd, ennek most már a gyökerére lelátni, ennyi hívtáblatából lehetetlen, mert egy választás is miért alakult úgy az azt, hogy nem jó főz vagy rendetlen, teljesen mindegy ebbe belemenni. De mi lenne a megoldás? A megoldás az lenne, hogy a közös érdek, amit mondtam, és oldjuk meg ezt a problémát. Ilyen egyszerű az egész. Ők is üljenek le, annál is inkább. Elfogadható lenne önök szerint is. Annál is abszolút. Mert az idő önöknél ketyeg, hiszen elmondták a DMRV-nél, ugye 1 évre vették birtokba. És ugye ott a polgármester úr meg is kérdezte a szegedi úrtól, és akkor mi van, ha nem. Azt mondta, akkor súlyos bírságokkal számolhatnak. Tehát, a fenyegetés. Nem, ezt nem mi tettük. Bocsánat, ez a hatóság tettet. Tehát itt záros időn belül meg kell állapodni. Nem csak a tulajdonosokkal. Önkormányzat, érdek, ne legyen további vagyonvesztés, ne legyen bírság. A falunk szeretnél megmaradni a közvilágítás. Higgye el, hogy én első perctől kezdve ezen voltam, hogy leülni, megállapodni. Az, hogy miért haragszanak. Jobbtalanul alakultuk szerinte túl drága, nem tudták, mit írnak alá, nem tudták, hogy milyen költséget takar, nem látták meg a 2003-as megállapodásra kapcsolatos 1 milliárdos költségeket. Lehetne itt valóban burvás út meg, amit mondtak, hogy mennyivel lehetne olcsóbban megoldani, lehetetlen. Az engedélyeinknek megvannak a paraméterei. Itt nem lehet csinálni, hogy megszórom murvával is egy esőzés után lent van az egész szakot. De nem csak az, hanem ugye például a csapadékvíz, amiről beszélünk, az csak zátrendszerűt folyadnak hát el, ez az. Csak ebbe a patakba átsajtolva egy perlit szűrve. Ennyi. Ez a műszaki előzés. Ennyi, és tulajdonképpen ugye, amiről beszéltünk, ez a tényleg, hogy miért alakult ki, azt nem tudni, de kialakult, és ezek a forráshiányok most már a károkozás kategóriáját fogják előidézni, és ezért valóban sokkal jobb lenne egy ilyen megállapodás, annál is inkább, mert volt a bírósági tárgyalásoknak egy olyan szakasza, hogy volt egy műszaki szakértő. Veszprémből rendelték ki egy hölgyet, csekély 3 millió forintos díjazással, és körülbelül azt írta le, hogy a csatornában nem lát bele, viszont azt látta, hogy a területen nincs tűzivízcsap. Na most én utána leírtam, hogy azok a nagy pirosak, amik ott kiállnak, és ilyen fehér szalaggal ott van, 100 méterenként az. Bocsánat, csak az, hogy kérdezte, hogy miért, vagy tehát miért. Megpróbáltunk leülni az egyik tulajdonostárs férjével. Ott volt a múltkori önök által összehívott megbeszélésen, a bizottsági ülésen, és ő azt mondta, hogy itt tehát akik építették a csatornát, villanycsatorn, stb., azoknak kéne nekik fizetni, mert kárt okoztak. És én megkérdeztem tőle, hogy most uram, mondja meg, hogy ön szerint fizetni kell. Azt mondta, hogy szerintem fizetni kell, de azon vitatkozunk, hogy mennyit. Mondom, fizessen akkor 1 millió forintot. Az sok, fizessen 100 000. Az nem. Ez a káron. Elmentünk vele, mi hárman, és ő volt ott, meg az ügyvédje, hogy megegyezzünk abba, hogy valami pénzt fizet, mert ő kijelentett, hogy fizetni fog. Ez a kárenyhítés. Tehát a vége az volt, hogy nem fizet. Most ez a legegyszerűbb, ez a mindennek az oka, hogy miért nem fizet. Tehát inkább pereskedik, inkább húzza az időt. Mondhatok egy másik példát is,
van olyan tulajdonos társ is, aki nem fizető, jó borsos összegért sikerült neki eladni a telkét, úgyhogy az új tulajdonos fizette be. No comment. Na, bocsánat, én már többször kérdeztem Feri. Ja, de volna még egy kérdésem, mert végül is elhangzott az ár, meg a műszaki része is elhangzott. Igen. Még egy feltétel is elhangzott a másik társaságnak. Igen. Egy, hogy kell ezt mondanom, tehát egy olyasmi, ami nekik nem tetszik, mégpedig az, hogy a VKT nem hajlandó elszámolni a pénzügyi helyzetével, vagyis hogy mennyire csinált a számlák, stb. Tehát elszámolást, hajlandó a VKT elszámolást csinálni, hogyha esetleg összeül neki. Bocsánat. Mi pénzünkről neki elszámolni, vagy hogy? Tehát, hogy képviselő úr, mi került a megkörülséget. Én megkérdezem a képviselő urat, de az övéké nem. Én megkérdezem a képviselő urat, hogyha ő nem fizet valamiért, akkor azt hogy tudják elszámolni? Hogy akarnak követni? Ne, a következő miatt mondom, mert bocsánat, még egy kicsit, csak mert ők sokalják az árat. Tehát azért a pertársaság nagyon sokszínű, ott a múltkor ülésen azt hallottam, hogy volt, aki nagyon-nagyon sokalja az összeget, van, aki látja azt, hogy ez mennyibe kerülhetne, és azt kell mondanom, most nem akarok számokat mondani, de nem állt messze attól. Igen. Az összegtől, ami most itt elhangzott, ez a 2600. 2600. Nyilván nem arról van szó, hogy mindenki a saját pénzével számoljon el, hanem egy olyan elszámolásra vonatkozik ez az igény, hogy valóban milyen munkák zajlottak, mennyire reális az az összeg, amit önök mondanak, hogy valami ilyesmiről játszunk. Ez egy teljesen természetes dolog. Mi nyílt lapokkal játszunk. Tehát ezt igennek lehet akkor. Igen, abszolút. Hogy lehet elszámolni? Bocsánat, most kapcsolom, mert én már beszéltem. Szeretnék egy érdekességet elmondani, mert azt kérdezték az imént, hogy ez az egész helyzet miért alakult ki, hogy alakult ki, mi ennek a rákfenéje. Az biztosan nem közölték önök a kedves másik oldal, hogy 2009-ben a végleti megalakulásában majdnem szinkronban megalakult az ő részükről a legnagyobb hangú feltevesednek a részvételével, egy lazadét közműfejlesztő ingatlan értékesítő KFT. Ellen gondolkodni, hogy ez milyen célban alakult meg. Önök szerint milyen célban alakult meg ez a KFT? Önök után? Tehát egy hónapra? Igen. Rögtön beadták a büntetőfeljelentést. Ez egy hatalmi harc, hogy gyakorlatilag azzal a céllal, hogyha őket meg lehet fektetni ezzel a kérdéssel, akkor az egész tevékenységet átveszik és csinálják ők tovább. Mivel az emberek már fizettek befelé, összegyűlt helyek, hogy a 300 millió forintnak megfelelő összeg, a munkák már mentek volna, és ezen el lehet gondolkodni. Ezt biztos nem mondták egyáltalán. Mennyi volt a teljes beruházás összeg? Eddig elkészült, hogy a várható teljes. Tehát akkor most hogy állunk? Nagyságrendeket tudok mondani. Úgy. A vízi közművekre, ugye a csapadék, áfással mondom, mert sajnos a VKT az áfás. Áfás, most nem hoztam el a kivitelezői szerződéseket, de egy olyan 300 milliós nagyságrend a vízi közművek. Ebbe benne van a telekekre való bekötés és a vízmérőaknák elhelyezése is, mondjuk, és a telkekre az összes beállás elkészült csatornára is lefenekelve, és a gázra meg golyós tapos beállásokkal. A villany az kész, az egy ilyen kevés volt, és ezért meg 15 millió. A gáz volt 15 millió. Igen. Igen. Tehát akkor 300 hát olyan 300 és 400 között van. Amire egy mondatot mondok most, és ami egy kardinális kérdés, kértünk a Pentától ajánlatot az útra, az olyan 600 millió, 500 és 600 között van most. Hát az a lényeg, hogy most nem menjünk annyira. Igen. Igen. Tehát azt jelenti, és 300 milliónyi beruházás, befektetés megtörtént? Több. Most csak a vízi közművekkel kapcsolatban. És ez most miből lett fedezve? Magánemberek pénzéből. Hát azokkal, akik befizet vízi közmű társulat. Többet fizet. Van. Mint ez a 2600. Igen. És most tessék ide figyelni, az a nagy szerencsétlenség érte ezeket a tulajdonosokat, hogy annak ellenére, hogy a jelzálogjog összegének megfelelő összeget befizették a közművesítésbe tulajdonosok,
a VKT kérte, hogy vegyék le az önkormányzat részéről a jelzálogjogot. Nem tették meg azért, mert az út még nincs kész. Ezzel további károkozás történt, és ami most nagyon lényeges, hogy egy fogalmat nem ismerek. Jelzálog. Azt tudom, csak hogy az önkormányzat részére a jelzálogot levenni, ezt hogy kell érteni? Hogy az önkormányzat jelzálogot hozzá, aki befizette a teljes összeget, ahhoz kellett volna adni egy törlési igazolást az önkormányzatnak, és azt mondani, hogy törölheti. Ezt az igazolást nem adta. Nem adta ki, és most ezzel az történt, hogy a további beruházást is fedezték volna a tulajdonosok, ha fel tudtak volna venni hitelt. De mivel jelzálog van rajta, hitelt felvenni nem tudtak. Hiszen így még erre is képes lett volna ez a csapat, hogy plusz hitel felvétellel befejezi a beruházást. Tehát őrült károkat. 3,6 millió forint van bejelző. Őrült károkat okoztak. Egy példát mondok, bocsánat, ezzel kapcsolatban, és ugye itt több ügyvéddel még annak idején ugye megjelentünk, hogy ez a polgári életben úgy van, hogyha ön felvesz egy hitelt, ugye megállapítja azt az összeget a bank, és azt ráterhelik a tulajdoni lapjára. Amikor azt kifizette, azt az összeget, ugye törlik a tulajdoni lapról, és felszabadul. Na, most ebben az esetben konkrétan a lányunk példája, ő 4 millió 200 ezer forintot ugye fizetett be a VKT-nak, rendezte a tulajdon lapon lévő összes tartozását, itt épített házat a lazaréten, hitelt vett fel, továbbiakban is ott van a 4 millió 200 ezer tartozása a tulajdoni lapján, és plusz ugye vett föl hitelt az építkezésre. Én kértem, hogy ezt jegyzőasszony törölje, hiszen hát kifizette azt az összeget. Azt mondta, hogy nem, mert még nincs a közművesítés befejezve. Na most itt jön az a károkozás, és vannak a nem fizetők, ugye, akinek is szintén ott van, őt mit érdekli? Eladja a telkét valakinek, átvállalja az új tulajdonos az ő ugye, terhét, kifizeti a VKT-t, ő jól járt, más pénzén gazdagodott. És azok az emberek, akiknek a pénzéből ez meg lett valósítva, a mai napig ott van a kés a nyakukon, bár kifizették a tulajdonlapra vállalt kötelezettségeiket, ugyanúgy ott van a jelzálog teher. Erre kértük a megállapodás módosítását, és azt is kezdeményeztük. Én is ennek szenvedő alanya voltam ennek a jelzálog szerződésnek, mert amikor bekerültem, tehát erre fordultam Bírisra Boros Jenő fele, és vettem telket, akkor utána kifizettem a VKT-nak a nem kevés, közel 6 millió forint értékű jelzálog, szóval érdekeltségi hozzájára, és kértem a önkormányzattól, hogy törülje a jelzálogot. Mind a mai napig ott van az önkormányzat. A földhivatalra de az önkormányzatnak kell kiadni a törlési igazolást. Rosszul mondjuk, majd a földhivatal fogja. A 2012-es, 15-ös KT határozat mind a mai napig még él. Azt írták le Paksi úr és a jegyzőasszony, hogy azért nem törli a jelzálogot, mert én nem vagyok tulajdonosa az ingatlannak. Majd, ha én behozom a, ezt le van írva, meg lehet nézni, 2012-es, 15-ös KT határozat, majd ha behozom a szerződésemet, és ők aláírják, és úgy gondolják, akkor majd tulajdonos leszek. Utána ők már nem beszéltek többet a jelzálogról. 3 éve vívom a háborúmat Pilisborsi Jenő önkormányzatával, hogy kérem, vegye le a jelzálogot. 2013-ban itt voltunk, szintén több ügyvéddel a polgármesteri irodába, és kérdeztem, hogy miért nem veszik le. Erre a jegyzőasszony felolvasta, hogy a megállapodásban az áll, hogy vagy megközművesítem, tehát a jogelődöm azt vállalta, hogy megközművesítem az ingatlant, vagy leteszem az önkormányzatnak óvadékként. Tehát kifizettem a közel 6 millió forintot, és megkérdeztem, hogy akkor még egyszer le kéne tenni az önkormányzat részére. Az volt a válasz, hogy igen. És mondom, hova fizetted? Kirohant, behozott egy sárga csekket. Mind a mai napig megvan. És azóta sem tudom azt elérni Pilisboros Jenő önkormányzatával, hogy a jelzálog szerződés és a módosításokat kiadja. Sajnos perben állok a önkormányzattal. Mindegy, ez mellékes volt. De ez a jelzálog, ez igazából is úgy értsék meg a tisztelt képviselők, hogy
van, aki befizetett több millió forintot, annak ugyanúgy rajta van a jelzálogja, mint aki nem fizetett egy fillért sem. Jó. A víziközmű társulat pénzügyeibe az önkormányzat hogy lát bele? Sehogy, mert nem vagyunk jogviszonyban jegyző akkor honnan szerint. Tudja azt, hogy honnan tudhatná a jegyző azt, hogy befizet, hogy be lehet odafizetni. Mert ki az igazolást adnak. Víziközmű társulat. Ön a víziközműnek a vezetője. Igen. És akkor magának a igazolást. Az okirat hamisítás. Tudom. Azt a másik kettő írja alá. Vagy az elnök, vagy a másik. Tehát ugye, mert akkor ez egy olyan dolog, hogy itt van a víziközműtársaság, befizetem, akkor akivel haragban vagyok, az hozza egy papírt, hogy itt van, befizettek, az és azért most ez Most ez nagyon lényeges, amit tetszett, mert a víziközműtársulatnál megvan a beérkezés, mert csak átutalással mehetett minden, tehát készpénzbefizetés kizárva. Bejött a 3 millió vagy 4 millió, és ha az ott van a könyvelésben, akkor tudja kiadni a társulat vezetősége a törlési igazolást. Illetve a befizetési igazolást az egésznek, tehát mondhatnám részemben majdnem, hogy kihetetlen, hogy tehát kezdjük, hogy még egy kérdéssor, egy ilyen logika. Igen. A tagok közül, tehát víziközmű tagok közül 100%-ban mindenki fizetett? Majdnem mindenki. Majdnem mindenki. Tehát ez durván mindenki. A kétharmad, ugye? Igen. Tehát azt jelenti, hogy a kétharmad kifizette az egyharmadot. De mondjuk úgy, hogy a fele a egyharmadét is. Igen. Tehát azt jelenti, hogy majdnem duplát fizettek. Na most itt ilyen 4 és 5 milliós nagyságrend, 6 milliós nagyságrendű összegekről van szó, tehát azt jelenti, hogy aki 4-et kellett volna, az 8-at. Nem, nem, ugye igen. A nagyobbik része, akkor legyen 60, ugye, és akkor 40. Nem, az érdekeltség. Bocsánat, az érdekeltségi egységet, tehát a kirót érdekeltségi egységet a tulajdonosok nagy százaléka megfizette, de van olyan tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy itt van lehetősége, és fizetett 1 millió 500 ezeret, 1 millió 700 ezeret pluszba. De ez szerintem mindenkinek az egyéni magánügye, mert ezt majd a VKT-val el fog számolni. Akik meg nem fizettek, tehát a VKT tag tulajdonosok, az meg majd vállalja azt, hogy ha késedelmi kamatot számolunk, akkor fizeti azt. De az kisebb rész, és ugye itt az a lényeg, hogy a tulajdonosoknak igen nagy része túl azon, hogy be kellett neki fizetni 3 vagy 4 milliót, még tovább adott a VKT-nak, hogy menjen a fejlesztés. Tehát nem tudták felvenni hitelbe, de akinek volt pénzügyi fedezete, az még rárakott, csak menjen a fejlesztés. Egy mondattal, ez a műszaki kérdés, nem teljesen ugye öncél nélkül adtak, de adtak, hál' Istennek. Hát igen, én ezt így akartam kérdni, de ugyanis ahhoz, hogy építési engedélyt kapjanak, ahhoz el kellett jutni eddig a pontig, ahol most vagyunk. Igaz, hogy közvilágításban csak a kábel van behúzva, és az oszlopok nincsenek még meg, de ezek a hiányok vannak, amikről beszéltünk, amivel egy elég jó funkcionális terület lehetne. Egyébként a közművesítésre, a költségviselésre 3 év késedelemmel adták ki. Ez is egy nagyon nagy hátrány. Hozzáteszem, amit én elektromosban nem mondtam, ugye ezek az egyéni bekötések voltak, de a 50 milliós nagyságrend, a kandeláberek és a térvilágításnak a kábelezése. És hajlandók volnának önök, pár jogi képviselők nem erősen, hogy úgymond, ha kéri a másik oldal vagy adott személyek, hogy részletesebben számoljanak, vagy mutassák be a, minek is nevezem, nem könyvelés, mert abból nehéz, a költségvetést. Szakértő is lehet. Hogy bemutatják?
bemutatjuk, szakértő vizsgálta egyébként, felben kérendelt szakértő. Én azt gondolom, hogy... Nem nekem. De nekik is ott van. Nekik is ott van. Persze. Szakértő vizsgálta. Igazságügyi szakértő vizsgálta. Vannak építési szerződések, ezek az építési szerződések. Teljesültek, teljesítési igazolások. Keresem a módját azt, hogy hozzáteszem azt, hogy vannak szállítói tartozásai a végkártének. Sajnos. Látom, tudja miért nem. Sok olyan, nem azért, ezzel a gondolatmeneten nem jó úton jár. Sok olyan kárpótolt van, aki nem is tud fizetni. Tehát nem, hiába, ha azt mondjuk neki 100 000 forintot fizessen, még a Barta bácsi, de még sorolhatnám, nincs lehetősége. Ezért mondtam, hogy kitörési pont az lehetne, hogyha a tartaléktelkeinket, az önkormányzat, mint legnagyobb tulajdonossal, ki mozdítanánk a holdpontról, akár pályázattal, amit a Böröc úr esetleg ebben nagyon jó segítsége van, vagy hitelkonstrukció, teljesen mindegy, mert nem zsebből kell neki betenni az indításhoz való összeget. Megállapodás módosítani. A megállapodás mindenféleképpen módosítani kell. Tehát sok embernél én azt gondolom per pillanat finanszírozás, főleg akinek tisztelke van. Most gondolja el, mondjuk a Gabi, a Göbri Gabi, hogy tudnak ilyen összeget befizetni. Lehetetlen, tehát nem tud maga olyat mondani nekünk a tiszteletre, ha csak 1 milliót fizet be, hát az is 10 millió. Tehát ő neki egy olyan helyzet kell, hogy esetleg értékesíteni tudjon, és abból a pénzéből visszaforgatni az adósságot, rendezni. Tehát valami más megoldás kellene. Még annyi, hogy 2 évvel ezelőtt a Vindis úr, nem tudom, Hunya Éva volt még ott, és a Szabó János volt képviselő úrral, tehát ő keresett meg minket, hogy egyezzünk meg, tehát hogy ők is szeretnék ezt az áldatlan állapotot valahogy befejezni. Akkor mi az iskolába próbáltunk egyezkedni, sőt akkor is elmondtuk, hogy a fejlesztésre adott telkeinket, ami 19,5 telek, tehát 19 telek, mivel nem tudunk máshogy kijutni belőle, mert minden teleknek 88 tulajdonosa van, ajánljuk fel az önkormányzatnak, ami nem kevés pénz, mert az közel egy 350-360, közel 400 millió forintos érték, 2 évvel ezelőtt volt. Majd, mikor 2013. augusztus 1-én ott voltunk a polgármesteri hivatalba a DMRV-vel, akkor is arról volt szó, a Paksi úrnak elmondtuk, hogy mi továbbra is fenntartjuk azt, hogy felajánljuk a VKT tagjainak a telek részeit, többivel nem tudok mit mondani, csak azért, hogy jussunk előbbre. Tehát ha az önkormányzat valamit vállal, akár útépítést, akár a csapadék, tehát valamit vállaljon be, és odaadjuk. Ez továbbra is fennáll. Bocsánat, és itt megint az van, hogy ehhez is módosítani kell a megállapodást olyan mértékben, hogy valamilyen módon az önkormányzat pályáztatási, vagy valamilyen közbeszerzés. Nem közbeszerzés, igen, pályáztatáson részt tudjon venni. Tudnélik így most, hogy pályázaton. Így, hogy most csak magánszemélyek pénze van benne, így nem indulhat pályázaton. De ha az önkormányzat azt mondja, hogy itt vannak a fejlesztésre leadott telkek, és beteszek 4 milliót, 2 milliót, és pályáztatok. A lényeg az, hogy benne legyen az önkormányzat abban a bizonyos tételben, hogy pályáztatni lehessen. De hát itt vannak a fejlesztésre leadott telkek, ezek nagy értékek. Elnézést, ügyvédnél, az utak az önkormányzati tulajdonban vannak, az utakon van a csapadékvízelvezetés, az utakon van a világítás, tehát enélkül is, ha akar, akkor tud pályázni az önkormányzat. Igen. Tehát meg tudná csinálni, mert az már a sajátja, ugye az uton van. Itt inkább arról beszél az Ibolya szerintem, hogy az önrészt mondjuk ezzel az ajándéktelek részekkel. Nem az ajándék, a fejlesztés. Fejlesztésre leadott telkek. Fejlesztésre leadott telkek, mindegy. Tehát valamilyen olyan telek részsel lehetne az önrészt ugye kiváltani, ami forintálisan tudná biztosítani az önrészt. Most már a pályázatoknál tartunk. Úgy tudom, március után lesznek csak írva új pályázatok, de a Közép-Magyarországra is lesznek
olyan pályázati dolgok, nem csak a úgynevezett lemaradó, lemaradt, meg Hajdúbiha, vagy mit tudom, Borsod, meg Dél-Somogy, meg Baranya, hanem lesznek a Közép-Magyarország is, mert ugye azért a Pest megyét, mint egy vízfej húzza Budapest, és ezért nem tudott a fejlesztési pénzekhez nagyon hozzájutni. Amit még elmondok, és azért, mert itt van a képviselőtestület, amit én tudok, hogy az óvodai dolgok, ez nem ide tartozik, teljesen ugye, de hogy a óvodára például 100%-os lesz a támogatás, pontosan azért, mert 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai. És most egy nagyon lényeges dolgot mondják el. Tehát nulla önrész lesz. Nulla önrészsel 100%. Amennyiben az ellenzők, a nem fizetők átgondolnák ezt az egész dolgot, és azt mondanák, kérem, számoljunk el egymással, peres eljárásokat szépen zárjuk le, és akkor az önkormányzat abba a helyzetbe juthatna, hogy felszabadulnának az ajándéktelkeken lévő perfeljegyzési jogok további 400 milliós nagyságrendben, és azzal az összeggel a falut fel lehetne húzni, fel lehetne emelni. Tehát ez is benne van a pakliba. Miért kell ezt a húzd meg, elezd meg csinálni, mikor egyszerűen a saját érdekük az, hogy ne kelljen nekik kártérítést fizetni, ne kelljen ezt csinálni, vagy amaz csinálni, megállapodást módosítani, lezárni az összes peres ügyet. Mi is kijelentjük, hogy nem lesz kártérítési igény, és akkor indulhat, és akkor... Micsoda tömeg! Nagyon jó alap, amit most ezt mondani. Micsoda tömeg ellenül! Hát ezt szeretnénk, hát nem tudjuk elérni. Békepereinkre. Igen, igen, ez egy nagyon igen, csak ehhez jó dolog. Igen, ez egy nagyon jó, okos gondolat. Én megérzést, ha megengednek, addig az egész nem nagyon fog működni, amíg egyszer van idejük rá, üljenek le az internet elé, és nézzük meg, hogy lazadét, telek.hu vagy valami. Majdnem 80%-ban a nemzetközi oldalnak a telkei fönn vannak anonime jelszavakkal, értékesítésre, különböző árakkal, a 20 milliótól a 15 millióig, mint ilyen, megközművesítve egyebek minden ilyen jellegű kritériumokkal. Itt a jogalapjósul igazdagodás. Ebben a dologban, hogyha ez így néz ki, akkor ez eléggé tükrözi azt, hogy eszünk ágában nincsen a túlnyomó többségnek legalábbis ide befizetni. Ez egy kárpótlási telek, ez nem került egy fillérre sem gyakorlatilag, mint ilyen. Egyszer majd csak el fog menni, mint ilyen. Miért investálni bele még több milliót ilyen tekintetben, amikor ezt így is lehet csinálni? Ez meg a másik oldal. Nem mindenki van ezzel így, de mondom, nézzél meg, hogy hány telek van föltéve így, amonni nem. Mert az időben mehet a per. És ez mindenkinek kérdezni. Csak műszakilag az a baj, hogy rompik a terület. Bocsánat, még annyit szeretnék elmondani, hogy mikor 2 éve leültünk ott az iskolába, az is szóba került, hogy mi mit fejlesztettünk meg. Ez az összeg ennyibe került, hogy csináljátok ti a másik felét, az utat és a csapadékvizet. Ilyen is felmerült. Erre se jött semmi válasz. De mi azt is megtesszük, ha a polgármester úr átgondolja, vagy hát a képviselők átgondolja, csinálja meg a önkormányzat. De akkor is módosítanunk kell a megállapodásunkat, és ezzel kapcsolatban még majd egy például feldobtuk a labdát. Igen, polgármester úr, ez jó véleménye, mert végeredményben a végrehajtó hatalom az önkezében van, tehát mi csak ajánlhatunk. Kérdezhetünk. Sok érdekes és nem teljesen helytálló információ hangzott az elmúlt évben, itt voltam. Meg lehetne mindegyiket részletesen cáfolni, de nem azért ülünk itt, hogy ezeket megcáfoljuk, gondolom. Többek között a jelzálog jobb törvése, szerződés alapján ugye benne van, hogy mi alapján lehet az jelzálog jobbat törölni. Nem úgy van, ahogy az ügyvéd nem mondta. A 6 millió forint befizetés, az nem tudom mekkora telek részre. 1330 forintot én fizettem be, csak a saját telkeimben. Úgy jön ki 2700 forint. 2600. Nem volt itt a polgármester úr, levezettem. Tehát a nettó 1338-as teletet, ami most 1338, az összesen volt kárpótlási telekben 2408 négyzetméter. Abból 541 elment az útra,
185 elment az önkormányzatnak, és 342 ott van az osztatlan közösbe. Ez összesen 2000, és kijött 6.260.000. Ez így van. A tulajdonosok felé elhangzott, hogy nem tudják ezt a 2600 forintos per négyzetméteres egységáról. Igen. A tulajdonosok annak idején megkapták a víziközmű társulattól azt a közel 7 millió forintot, a nagyságrendi kiértesítést. Más jellegű kiértesítést, úgy tudom, még nem kapnak. Egy pillanat. A polgármester úr nem volt itt, amikor... Mindent megkapnak. Ez a 2600 forint. Itt van. Ez úgy kezdődik, hogy dr. Tormáné, dr. Torna, Torma Anikó. Jó, azt hallottam az arra. Igen. És itt van, tehát a nem fizető tulajdonosok képviselője itt a kövizig rendelkezik, hogy 2006, tehát itt 5069 forint per négyzetméter az már a múlté. Visszavonták. És itt rendelkezik összesen 2600 forintról, 2200 meg 400 forint. Erről beszélünk, csak ők ezt nem akarják meghallani. Ez a legnagyobb probléma. És hogy ezt meghallanák, ezt mondtam az egyik tulajdonostársnak, hogy fizesse be felét. Majd a bíróság eldönti, hogy mennyi. Kiment az értesítés. Mindenki megkapta. Mindenki megkapta, csak az első, az 5000 vagy hány ezer forintos papírt lobogtatják, mert nekik az egyszerű. Az ellenzőknek mindent térti levénnyel küldünk ki, hogy tudjuk igazolni, hogy megkapták. Jó, lépjünk tovább. Kérdezzük. Van egy javaslat, illetve kérdés. Ha jól értem, akkor az a javaslat a VKT részén, hogy nem új keletű az a tulajdonosok, illetve az önkormányzat irányába. Én azt tudom mondani, hogy ezt megvizsgáljuk természetesen, mert ez lehet egy elmozdulás ebből a horgonból. Ezt már 2 éve meghoztuk, illetve felajánlottuk, ezt továbbra is fenntartjuk. Természetes, hogy nekünk ez, most úgy beszélek, mintha életik a VKT, nekünk ez közgyűlési határozat kell, ez természetes, de igenis azon dolgozunk, és akkor itt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy én ott voltam azon a bizonyos 2014. november 27-i KT ülésen, ahol telekadó mentesség ípontjába beletették azt, hogy adó mentességben részesül az, aki 2015. január 1-e után megköti az önkormányzattal a településrendezési szerződést. Na most tudjuk azt, hogy Lazarétre sikerült, tehát az összes fejlesztési terület csak Lazar terület nem fizet ezért adót, viszont Lazarét kőkeményen fizet. Annak ellenére, hogy tényleg ennyi pénzt betettünk, én egyáltalán nem tartom ez egy korrekt dolognak, de mindegy, de én most megkérdezem azt, hogy önök hogy gondolták ezt a településrendezést, mert én szeretném megkötni. Kinél lehet megkötni, kivel kell megállapodni, ugyanis amikor lementünk, egy cigi szünet volt, és én oda mentem a Varga képviselő úrhoz, utána a polgármester úrhoz, és a Varga úrtól azt következőt kérdeztem meg, hogy ezek szerint akkor a 90%-ot elvették Lazaréttől, azt mondta, hogy nem, hanem ez úgy van, hogy én akkor adó, mi ez, mentességben részesülök, hogyha január 1-től én az önkormányzattal ezt a településrendezési szerződést megkötöm. Hogy van ez? Minden területre vonatkozólag szeretne az önkormányzat kötni a településrendezési szerződést, pontosan a közművesítés és a közművesítés befejezése önöknél. A befejezésről szól. Van, ahol már a kezdéssel kapcsolatban történne. Ezt a szerződést akkor tudjuk megkötni, hogyha az önkormányzat be tudja azokat a feladatokat vállalni, ami ennek a finanszírozásával jár. Ezen dolgozunk jelen pillanatban is, és reményeim szerint 1-2 hónapon belül eljutunk addig a pontig. De a megállapodás módosítása nélkül nem tudják. Az természetesen. Tehát a megállapodás, és a megállapodás módosítását gyakorlatilag, mint ahogy annak idején, amikor a víziközmű társulat alakult, így van. Akkor ugye az önkormányzat részéről én felajánlottam mindazt, azt a káváriát, amin önök
végigmentek, hogy az önkormányzat végigcsinálja. Nagyon nagy ellenszem volt. Egyetlen egy kérésem volt akkor is, hogyha ugyanúgy, mint a eredeti megállapodást, minden tulajdonos alá írja. De akkor még mindig nem módosult a megállapodás. Már minek kellett volna módosítani? Hát a megállapodást módosítani kellett volna arra, hogy hogy kerül az önkormányzat olyan pozícióba, hogy egyáltalán foglalkozhat a kivitelezéssel, vagyis a fejlesztéssel. Ugyanis most miről beszélünk? Ön ugyanabban a levélben beleírta, természetesen továbbra is, csak akkor és úgy, ha önök vállalják a fejlesztési költségeket. Na de ezt nem így kellett volna, hanem egy megállapodás módosítást kellett volna előkészíteni, arra, hogy most, teljesítési most segít. Ne azt magyarázzam el nekem, hogy hogy kellett volna akkor ezeket a lépéseket megtenni. Az önkormányzat részéről volt egy ajánlás, nem éltek vele, alakítottak egy víziközműtársulatot, aminek ez lett a következménye, ahol most tartunk. Nem akarok belemenni a részletekbe. Van egy helyzet, amit szeretnénk megoldani. Ezt a megoldást csak úgy tudjuk felvállalni önkormányzati színekbe, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy végre is tudjuk hajtani. Bocsánat, maradjunk akkor még az adónál. Azt mondta a polgármester, hogy egy pár hónap múlva ez realizálódik. De addig, tehát jön a március 15-e, és akár fizető, akár nem fizető, azért gondoljon bele, polgármester úr, hogy elég kemény dolog ez, hogy mi megközművesítettük az önök telkét, tehát minden telket, a nem fizetők egy fillért nem fizettek, és ugyanaz abban a mérleg serpenyőjében vagyunk. Ugyanúgy fizeti a 200 forint per négyzetméter, és nem fizet a malomdülő, nem fizet a budai tégla, nem fizet a 013, senki nem fizet, csak lazarét. Aki igazából, most lehet minősíteni azt, hogy ide jutottunk, vagy hova jutottunk, de azért letettünk valamit az asztalra is. Igazából az önkormányzatnak is a... Milyen megállapodást kötöttük az önkormányzattal? Kik? Hát a lazarét tulajdonosai. Hogy közművesítettek. 2004-esről beszéltek. Igen, de azt nem... Bocsánat, milyen megállapodást kötöttek? Hogy közművesítettek. Igen. Meddig tart gyakorlatilag ugyanúgy a adókedvezmény a tulajdonra? Nincs határidő. A befejezés. Nincs határidő. De nem fejeztük be. Hát ez az. És hát mégis kivetette, már mikor kivetette? 2012-ben. A jegyző szerint állandóan esülykolja, hogy nincsenek készen a közművek. Ezért nem veszi le a jelzálogot. Na most akkor nincsenek adó. Most nem menjünk megint a jelzálogba, mert abban meg egy óriási csúsztatás van, mert az eredeti megállapodásban az van, akkor most nincsenek kész a közművek. Az eredeti megállapodásban, az van a jelzálog törlésével kapcsolatban, hogyha összközműves területe, tehát teljes közművel ellátott terület van, az van, és akkor lesz levéve a jelzálog. És az összközműves, az adónál ez nem érvényes? Az adó, azt függetlenül a szerződés. Polgármesterül annak idején nem kötöttek ki határidőt. Folyamatban van. Hogy akarnak adóztatni? Nincs semmi. Százszor átnéztük a megállapodást. Százszor. Na de a törvény ha jogtalan az adókivetés, akkor nem kell adót fizetni. Na de már fizettek 2012-ben is. Kivetettek. Sokan fizettek, sokan jogfenntartással élnek. Én mondtam, hogy ne dőljenek bennek a 90% kis kedvezménynek, és tessék, itt van most 100%. Egy telekre 160 ezer forint adót fizetni, és fizetni a fejlesztést. Hát én erre nem is akarok jelzőt használni, de nem nagyon, kell nagyon használni sok tulajdonos gyakorlatilag senki nem kötelezte senkit. Ez az. Ilyen adót erre. És az, amit még nem értek, és ennek kérem, nézzenek utána a képviselőről. 2012-ben egész évben a jegyzőasszony napirendre tűzte, kétszer elhalasztották, novemberben levették napirendről. Pont ez a 97-es törvény 28-as bekezdése, ami konkrétan arról szól, hogy ha a helyi közút, illetve közmű létesítésére és azzal kapcsolatos költségek viselésére megállapodást köt, tehát a képviselőtestület a magánszemélyekkel, és az ezzel kapcsolatos költségek viselésére megállapodást kötött,
a telek átminősítéséről rendelkező földhivatali határozat jogerőre emelkedésétől a megállapodásban rögzített közművesítési véghatáridőt követő 4 éves időtartamig adómentesség illeti meg. Na, azért miért nincs? Én ezt a jegyzőasszonynak nem egyszer nincs elmondtam, nincs idő. És 2012 év végén, amikor azt a pressziót alkalmazták a Lazaréttel, hogy egy összegbe fizessük be a csatorna rákötési hozzájárulást, és aki ezt befizeti, adómentességet élvez. Hát hogy van ez, hogy ilyen feltételhez kötni egy törvényadta jogot, feltételhez, hogy megsarcolni, fizetni? Azt hiszem, megint keverünk. Nem. Ez így le van írva, János. Ez le van írva. Jó, hát ugye nem kíváncsiak a véleményünkre. Kíváncsiak vagyunk. Ha mindig beleszakítanak, meg belekiabolnak. Na mondja. Akkor nincs. Eleve a Lazarét Víziközmű Társulat, amikor megalakult, akkor a képviselőtestületnek volt egy határozata. Pontosan a rácsatlakozási díjakra vonatkozóak. Így van. A Víziközmű Társulat akkor vállalta ennek a befizetését határidőre. Az a határidő, ha jól tudom, letett. Több éve letelt. Így van. Gyakorlatilag nem történt meg a befizetés. Így van. Tehát mindaz, amit a Piroska most itt említ, hogy akkor adókedvezmény, minden valahol teljesíteni kell ahhoz, hogy utána számon kérjük. Ez az egyik története a dolgoknak. Másik története a dolgoknak, nem akarok itt az alakulás körülményeire visszatérni. Maradjunk a csatornán. Maradjunk a csatornán, mert azt majd a bíróság el fogja dönteni. A kvázi nem VKT tagoknak van egy véleménye erről az egészről, és többek között az a bizalomvesztés is, innen és a elfizetés is innen ered, hogy egyszerűen nem hajlandók ebben részt venni. Továbbra is azt tudom mondani, hogy keressük azt a lehetőséget, hogy tudjuk ezt a területet befejezni, megfejleszteni és értékesíteni. Az, hogy különböző indítatásból, különböző hangnemben és orgánumban a kifejezésre kerül, hogy az önkormányzat nem tesz ezért az ügy érdekében semmit, ezt határozottan visszautasítunk. Ugyanis egész addig, míg az a terület, Lazarét kárpótlásban kiadott szántó művelési terület volt, az ingatlan értéke volt 200 forint, vagy 300 forint per négyzetméter. Az önkormányzat az égatta világon semmi más nem csinált volna. Csak azt mondja, hogy belterület, onnan kezdve meg 30-szorozta az ingatlan értékét. Egyetlen egy mozdulattal. Amit önök leadtak az önkormányzatnak ajándéktelket, az tulajdonképpen ennek a fejébe történt. Önök indítottak már